Milyen tisztelt bíboros úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt elnök úr, tisztelt meghívott vendégeink! Köszöntöm Önöket itt az Országos Széchenyi Könyvtár Alapítók Csarnokában a Szent István Társulat megalapításának 175. évfordulója alkalmából. Örömmel mutatom be Önöknek a Sólyom Kvártettet, ők nyitják meg mai könyvbemutatónkat. A kvártett tagjai Győdi Norbert hegedű, Nagy László hegedű, Kisdi Gellért brácsa és Bozsóki Sólyom Pál cselló. Műsoruk Rózsavölgyi Márk első magyar társastánc, első tétel Andalgó, és Weiner Leo egy divertimento, második tétel rókatánc. Fogadják őket szeretettel. Kérem Rózsa Dávid főigazgatórat, köszöntő beszéde megtartására. Eminenciás bíboros úr, elnök úr, igazgató úr, főigazgatóasszony, tisztelt kurátorok, kedves hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Amikor bepillantunk új kiállításunkba, úgy érezhetjük, hogy maradnánk még benne. A biztonság érzetét ébreszti bennünk
az OSK díszterme, amely rövid időre a Szent István Társulat megmutatásának hajlékaként adódik mindannyiunk számára. A társulat a legrégibb, mai értelemben vett könyvkiadó intézmény Magyarországon. Könyvkiadás tekintetében egyszerre egyházi és világi, identitását illetően nemzeti és katolikus, funkciójában kiadó és nyomda, 175 éve unikális szervezet, amely mindig a közművelődés ügyét szolgálta katolikus szellemben. Ebben a gondolati mederben művelte a társadalom szervezést is, amelyet kiegészített az a feltételezés, hogy a tudásnak, származástól és vagyoni helyzettől függetlenül mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie. A társulat jelenléte komoly kulturális változást idézett elő, kezdettől fogva egyszerre szólt az értelmiséghez és a széles olvasóközönséghez is. Úgy is mondhatjuk, hogy a katolikus hit és a nyitottság teremti a Szent István Társulat inkluzivitását, sokféleségének architektúráját. Jó ma délután azt ünnepelni, ami az értékteremtésben állandósult. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Szent István Társulat közös kiállításának kurátorai hónapokon keresztül a hasznosság, az alkotni vágyás, a lényeg zivataros történelmi időkben történő átmentése alapján gondolták meg a Szent István Társulat 175 évét. Ezt többek közt naptárakkal, folyóiratokkal, verseskötetekkel, tankönyvekkel, teológiai és hitbuzgalmi kiadványokkal, szentképekkel, díszalbumokkal, szépirodalmi és ifjúsági kiadványokkal, kottákkal illusztrálják. Ezek teremtik a Szent István Társulat történeti hajlékának ökonómiáját, ahol bepillanthatunk a hazai katolicizmus egyik legfontosabb és nemzeti szinten is jelentős szerepet játszó kulturális intézményének történetébe. A hónapokon keresztül tartó munka még csak nem is lezárásához érkeztünk, hiszen kurátori vezetések, interjúk várnak még az alkotókra. Falakon és tárlókban láthatjuk e munka eredményét, a kiállítás témájának kontextusait, amelyek megnyitják a Szent István Társulatról szóló új párbeszédek helyét. Büszkék vagyunk arra, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban látható tárlat összefüggéseiben beszéli el a Szent István Társulatot, amely mindig a kulturális sokszínűség felől gondolta el a mindennapokat. Köszönöm kurátorainknak, Dede Franciskának, Bárány Zsófiának, Klestenic Tibornak, a Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoport munkatársainak, hogy értő látásmódjukkal, tudásukkal és több hónapnyi munkával feltárták előttünk a Szent István Társulat lényegét. Köszönöm eminenciás bíboros úr megtisztelő jelenlétét, köszönöm Sarbak Gábornak, a Szent István Társulat elnökének, és Farkas Olivér igazgató úrnak, hogy itt vannak, és Sarbak Gábornak külön, hogy bemutatja majd a kiállítást. Köszönöm restaurátor és digitalizáló kollégáinknak, hogy gondoskodtak a kiadványok méltó megjelenítéséről. Köszönöm Gazdag Máriának, belső építészünknek, hogy gondolkodása megteremtette a kiállítás látványát, amelytől elválaszthatatlan Takács Tamás grafikus kreativitása, és köszönjük a Kiáll Kft. Munkatársainak is a kivitelezésért tett erőfeszítéseiket. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek urat, a Szent István Társulat fővédőjét, köszöntője elmondására és a kiállítás megnyitására. Igen, tisztelt főigazgató úr, igazgató úr, elnök úr, tisztelt ünneplő közönség. Azt hiszem, hogy egészen különös egybeesés a mai nap, mert 175. születésnapot ünneplünk, a Szent István Társulatét, ugyanakkor a magyar nyelv napja van. Ez nem véletlen, mert amikor a társulat alakult, rendkívül érdekes atmoszféra uralkodott Magyarországon. Nézzük csak, 1836-ban volt először, hogy egy törvény lehetővé tette a magyar nyelv hivatalos használatát is az országban. Nem kizárólagos hivatalos nyelvként még, de már hivatalosan is elfogadott nyelvként. Majd 1844-ben
jelent meg az a törvény, amely az ország kizárólagos, hivatalos nyelvévé a magyar tette. Ezt mi ma ünnepeljük, de ez Trianonnak is az előjátéka volt. Nagy felelősség volt azokban az években a nyelvnek és a nyelveknek az új közigazgatási, államigazgatási, tudományos életben való használata. A magyar nyelv ebben a forrongásban egyfajta elsőbséget élvezett, de nem volt egyedül. És pont a katolikus egyház ezt nagyon is tudta, olyan magánkezdeményezések, vagy közösségi kezdeményezések, mint akár az esztergomi növendékpapság magyar iskolája, amely még Nagyszombatban alakult, mielőtt a szemináriumot áthozták Esztergomba, kiváltotta azt a kezdeményezést is, ugyanannak a szemináriumi közösségnek a részéről, hogy szlovák iskolát is alapítottak. És több olyan, főleg vallási, hitbuzgalmi szöveget is kiadtak, ami a magyar mellett szlovákul meg németül is megjelent az ő gondozásukban. Na most 1848 májusa, azért már forradalmi időszak, amikor a magyar nyelvet és a magyarságot egyfajta eufória övezte. Na ebben a légkörben kell elképzelni azt, hogy jó és olcsó könyvek kiadására katolikus szellemben megalakult a Szent István Társulat. Aktuálisan még a kezdeményezés. Hallottuk, hogy milyen szép történelmi utat járt be a társulat, milyen nagy munkásságot végzett nehéz időkben is. Tudjuk, hogy például mondjuk az én egyetemista koromban, vagy gimnazista koromban Szent István Társulatnak nem volt üzlete, hanem csak egy első emeleti szoba volt, ahol ha meghallottuk, hogy megjelent egy jó könyv, akkor föl lehetett menni érdeklődni, hogy van-e még. Szóval ehhez képest azért tényleg nagy utat járt be a társulat. De mennyiben aktuális ez most? Hát kezdjük mindjárt azzal, hogy a könyv. Szóval a Gutenberg galaxisnak tényleg a végén vagyunk? Én hiszem azt, hogy a könyvre, a nyomtatott könyvre, a papírra, a nyomtatott könyvre továbbra is szükség van, hogy ennek továbbra is van küldetése. Lehet, hogy egy kicsit más hangsúlyjal, mint Hajdan. Hát amikor a fényképezést felfedezték, azért nem szűnt meg se a grafika, se a festészet. Csak más lett a hangsúly, mert a látvány rögzítéséről áttevődött a hangsúly az érzelmek, az egyéb üzenetek kifejezésére. Na, én úgy érzem, hogy jelenleg a könyvek világában is egy kis hangsúlyeltolódás van. Tehát például a könyvnek a szépsége, a könyv mint műtárgy, ez kezd sok helyen előtérbe kerülni. Nem akarok jósolni ebben, mert azért van olyan könyv is, amit az ember olvasásra szán elsősorban, de kétségtelen, hogy ez a másik vonulat is egyre inkább észrevehető. Azután a könyv és a digitális publikáció. Tehát a világban sok helyen a nagy kiadók kiadják papírformátumban és egyúttal digitálisan is a fontos műveket. Na most a Szent István Társulatnál hála a gondviselésnek, ma már sok minden hozzáférhető digitálisan, ha nem is az új könyvek rögtön, de egy jelentős mennyiségű anyag. Lehet, hogy ezen érdemes lesz majd gondolkodni, hogy a legújabb anyagból mit, milyen feltételekkel, hogyan teszünk hozzáférhetővé. Az biztos, hogy rendkívül megnöveli a népszerűségét, a használhatóságát a kiadványoknak a digitális hozzáférés. Azzal együtt, hogy jó magam, persze jobban szeretem levenni a könyvet a polcról, de ugyanakkor, ha például utazom valahova, közben a telefonomon mégiscsak a digitális változatot nézem. Szóval így vagyunk ezzel manapság. A másik nagyon fontos kérdés a magyar nyelv. Tehát a Szent István Társulat főként magyar nyelvű könyvek kiadásával foglalkozott és foglalkozik. Ugyanabban a légkörben született, mint a Tudományos Akadémia. Ott is az egyik fő célkitűzés az volt, hogy az állami élet és a modern, akkori modern tudományok tartalmát magyar nyelven pontosan közvetíteni lehessen, magyarul lehessen ezeket művelni.
és hatalmas erőfeszítéssel megszülettek a szakkifejezések, összeálltak például a törvénytudományi műszótár 1845-ben mindjárt, amely eligazítást jelentett, és hosszú időre meghatározta a terminológiát sok fogalom esetében. Na most jelenleg azért nagy kérdés az, hogy pont a modern tudományok világában egy nemzeti nyelv, egy akkora nemzeti nyelv, mint a miénk, az érték és kincs-e, vagy tehertétel? Ugye a magyar professzor mit csinál? Nálunk is a Pázmány Egyetemen, jó magam is kezdeményeztem, hogy a Szent István Társulatnál a jobb fakultások legalább két folyóiratot adjanak ki, egyet magyar nyelven, hogy tartsuk a kapcsolatot a bázissal, egyet nemzetközi nyelveken, hogy leüljünk a tudomány asztalához. Szóval ebben a tekintetben azt hiszem, hogy dupla munkából, töredék fizetésért persze, de mégiscsak egy fajta hivatás az, hogy a magyar nyelvet is kultiválni, de ugyanakkor részt venni a nagy nemzetközi körforgásban. A vége mégiscsak mindig az, hogy teológiai szempontból is fel kell tenni a kérdést. Hát teológiai szempontból a nemzeti nyelvek értéket jelentenek? Azt kell mondjuk, hogy igenis azt jelentik, mert ha a növények, az állatok fajt gazdagsága nagy érték, mert a teremtésnek a sokféleségéhez járul hozzá, ha óvjuk, hogyha áldozatokat hozunk azért, hogy ki ne vesszen véletlenül valamelyik, akkor egy ennél sokkal differenciáltabb kulturális ajándék, amit egy nyelv jelent, az ne volna érték. Kivált, ha az a nyelv már egy olyan kiművelt nyelv, mint a magyar. Ezt újra és újra tapasztaljuk, például a liturgikus szövegkiadások esetében. Mert vannak Ázsiában, például a Fülöp-szigeteken vagy Afrikában is olyan nyelvek, amelyeket többen beszélnek, mint a magyart. De nincsenek kiművelve. Nem alkották meg szilárdan a terminológiát, esetleg még a nyelvtant sem fogadták el szélesebb körben. És akkor kiderül, hogy a Szentcikk egy liturgikus szöveg jóváhagyásánál kritériumként állítja, hogy a nyelv kellően stabil és kiművelt legyen ahhoz, hogy már elfogadni lehessen egy hivatalos liturgikus szöveget. Tapasztaltuk. Nem is régen tapasztaltuk, néhány évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy lovári nyelven a Szentmise fordítását jóvá hagyja-e a Szentcég. Csak a püspöki kar tudta elfogadni egyenlőre a mise ordináriumát. Ugye? Viszont óriási teljesítmény volt, hogy sikerült kiadni lovári nyelven a teljes Bibliát. De micsoda értelmiségi erőfeszítés kellett hozzá, hogy megtaláljuk az egyes fogalmakhoz a megfelelő szót. Hát ennek komoly szakbizottság állt a hátterében, és azért ma is, hogyha valaki azt fölüti és olvassa, hát nem biztos, hogy mindenki megérti, sőt. Tehát ez rendkívül nehéz probléma. Visszatérve a magyar nyelvre, én azt hiszem, hogy az emberiségnek is értéket és kincset jelent a mi nyelvünk is. Ezért azt, amit elértünk, azt a szintet, azt meg kell tartani, és használni kell a nyelvet. Most ebben egy olyan kiadó és egy olyan közösség, mint a Szent István Társulat, amelyikből a 20. század elején ugye megszületett a Szent István Akadémia is, kifejezetten azért, hogy a tudományokkal ápolja a kapcsolatot. Tehát egy ilyen közösség az rendkívüli hivatással rendelkezik. És én csak azt tudom kívánni, hogy ez a mostani kiállítás és a társulatnak az egész munkája teljesítse ezt a hivatását, mert ezt a hivatást a gondviselés bízta ránk. Ez nem csupán szabad vállalás kérdése, hanem születésünknél, helyzetünknél, történetünknél fogva egyfajta kötelességünk is. Adja Isten, hogy teljesíteni tudjuk. Köszönöm a figyelmet. Felkérem Sarbak Gábort, a Szent István Társulat elnökét, hogy tartsa meg beszédét. Eminenciás Uram, főigazgató úr, igazgató úr, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, innen a könyvtárból, baráti köreinkből, Szent István Társulatból. Mai kiállításunk a 175 éves Szent István Társulatot kívánja önöknek bemutatni. A kiállítás helyszínéül természetes módon kínálkozott a társulatnál valamivel régebb óta működő nemzeti könyvtár, hiszen itt őrzik a legtöbb társulati kiadványt,
Másrészt, már a könyvtár előző vezetése is nyitott volt intézményeink együttműködésére, és nem utolsó sorban, énem másik minőségében, jó magam is egyszerű könyvtári dolgozó vagyok. A kiállítás címe Fogarasi Mihály püspök, az egyik alapító atya programadó nyilatkozatából lett véve, amelyet így fejezett be, Irán Pesten május 1-én, mégpedig 1848-ban. A teljes szöveg pedig a Religió és Nevelés című periódika május 4-i, az első alapszabály pedig a május 7-i és 11-i számban azonnal napvilágot is látott, átfutási idő. Mindannyian tudjuk, hogy a megállapítás, ki most tétlenségben marad, nincs jövője, ma is változatlanul érvényes. A 175 évvel ezelőtti forradalmi események eredményeképpen a hirtelen szabaddá vált sajtó biztosította, hogy az alapítók, tekintélyes és tudós egyházi férfiak az akkor elnyert szabadságban álmaikat rögtön meg is valósíthatták. A püspök és utódai nem tétlenkedtek. Elég egy pillantást vetni a most hátam mögött a másik szobában kiállított kiadványaikra. A sajtószabadságnak köszönhetően az 1848 májusában létrehozott jó és olcsó könyvkiadó társulat már fennállása negyedik évében 1852. augusztus 22-én megtartott, és 1848 óta az első közgyűlésén a herceg primás Citovszky, korábbi pécsi püspök, és a társulati igazgató javaslatára merészen első szent királyunkról nevezte el magát, ami akkoriban nyílt politikai állásfoglalás volt, főleg a közgyűlésen jelenlévő más fülek jelenlétében is. A cél azóta is világos. Az ország lakosságát könyvek segítségével bevezetni a katolikus hitben, és abban megtartani, segíteni. Ehhez úgy érzem, a mostani kiállításon felsorakoztatott anyag bősége bizonyítékul szolgál. Röviden összefoglalva. A társulat tagsága mintegy háttérintézményként segíti, támogatja a maga sajátos lehetőségeinek megfelelően a könyvkiadó működését. Az alapítók által megvalósított gyakorlat szerint e fontos ügyben egyháziak és világiak egymással karöltve vettek és vesznek részt, dolgoztak és dolgoznak ma is. Érdi János például 1851 áprilisában lett dolgozó társ, ahogy mondták akkoriban, miközben az egyetemi könyvtár tisztviselője volt, és később róla nevezték el az Érdi kódexet. Nem feledkezhetek meg az irodalomtörténész Toldi Ferencről sem, akinek pedig a Praj kódex nevét köszönjük. De ne feledkezzünk még arról sem, hogy a múltra való első visszapillantása már 1858. október 7-én sor került, amikor Danielik János, az egyházi alelnök, a 9. éves közgyűlési beszámolóján így fogalmazott, előadásom kezdetén megjegyeztem, miképp azon körülmény, hogy társulatunk éppen ezen évben élte túl lételének első évtizedét, nekem egy kis visszapillantásra szolgáltat alkalmat. Az ugyanabban az évben kiadott évkönyv, tehát az ugyanabban az évben kiadott évkönyv pedig, ekképpen foglalta össze az alelnök mondandóját, tekintettel azon körülményre, hogy a társulat éppen ez évben fejezte be fönnállásának első évtizedét, a társulat 10 évi munkásságának anyagi és erkölcsi eredményeit vázolta. Volt mit vázolnia, és talán jobb, hogy nem látta előre a kikerülhetetlen bukdácsolásokat és a történelem későbbi keserű visszásságait. A kiállítás tartalma adottnak és fölöttébb egyszerűnek látszik, de csak látszik. Könyvek. Kicsit másképp kifejezve, a megírt, összeállított és összeválogatott szellemi termék útja a kiadványon keresztül az olvasóhoz, miközben a kiállítás bemutatja azokat a kereteket, azt a szervezetet, ahol a sajtótermék létrejött. Korba ágyazottság, az adott kor igényeinek felmérése és kielégítése, ez a mindenkori korszerűség, és igények ébresztése, a kulturális és hitélet alakítása. És ami emögött húzódik meg, nagy formátumú vezetők áldozatvállalása,
egyszerű tagok anyagi támogatása, önzetlen munka. Ezek eredőjeként már egy sikeres nagyvállalat tudta magát megmutatni a 20. század elejétől a Szentkirályi utcai kiadói palotában és nyomdában. A pazar épület komoly kiadói háttérnek és tevékenységnek volt a kifejeződése. A kiállítás készítői, könyvtárunk Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tagjai, Dede Franciska és Bárány Zsófia, Klestenis Tibor vezetésével mindeközben jól tudják, hogy pusztán ízelítőt adhatnak az elmúlt időszak gazdag anyagából, jellemző válogatást, amelyik hűséggel tüklözi e 175 év alapvetően a nyomtatványokhoz kötődő, tartalmilag és nyelvileg sokrétű tevékenységét. Ne legyen félreértés. 175 év töretlen fejlődés és kibontakozás nincsen. Helyette van 175 év folyamatos, komoly megszakítás nélküli tevékenység, sikeres és kevésbé sikeres időszakok váltakozása. Például az első világháborút követő felfordulásban a társulatot 1919. március 24-én felszámolta a Vörös Kommün, majd másnap felkerült az új cégtábla a Szentkirályi utcai székházra, a Szocialista-Kommunista Párt könyvkiadó hivatala. Hála Istennek ez rövid ideig tartott, de a társulati élet a könyvkiadás csak kifosztott, kirablott raktárakkal indulhatott újra 19 nyarának végén. Szomorú, és immár hosszantartó ismétlésre 1948. március 25-én került sor, amikor a társulatot megfosztották a korában legmodernebbnek számító nyomdájától. A korba ágyazottság például 1948 és 70 között a gúzsba kötöttség állapotát jelentette, ahogy Mészáros István 1998-ban megjelent könyvére utaljak, amelyben 150 éves történelmünket dolgozta fel. Ezekben az években csak ima és énekes könyveket, valamint hittankönyveket lehetett kiadni, erősen korlátozott példányszámban. Egyetlen példát hadd emeljek mégis ki. A korszakra azért egyfajta kettősség volt jellemző, mert Kodály Zoltánnak a II. Vatikáni zsinat nyomán komponált, és a Szent István Társulatnak ajánlott magyar misiét nyilván egyedül a szerző nemzetközi hírneve miatt lehetett 1966-ban megjelentetni. Tiszteletdíjára Kodály egyébként nem tartott igény, ezt a társulat az Országos Magyar Cecília Egyesületnek adományozta. Ma a magyar nyelv napján nem hallgathatok arról, hogy ebben is helye van természetesen a társulatnak, a könyvkiadásnak, hiszen a helyesírás területén sem kerülhető meg e kiadóvállalat. A Ciszterci Egyetemi tanár neves tudós Varga Damján tankönyve még a boldognak mondott békeidőkben 1903-ban jelent meg. Talán elsőként az 1844 óta a magyar nyelv hivatalos államnyelvi nyilvánítása után, amelynek címe a magyar helyesírás szabályai szójegyzékkel iskolai használatra. E könyv nagy szerepet játszott abban, hogy az egységes magyar helyesírás kötelező lett az iskolákban. A Szent István Társulatot mindig a hűséggel követett célja mentette meg, mindig akadtak távolba látó vezetői, főpapok, arisztokraták és politikusok, akik átérezték a katolikus könyvkiadás és könyvterjesztés fontosságát. Nem csak a katolikus egyház szempontjából, hanem a nemzet egésze szempontjából is. A nemzeti érdek nem csorbult akkor sem, amikor a társulat a magyar mellett német, szlovák, román, horvát nyelven nem egy esetben ingyenesen terjesztette a kiadványait. Egy társulat és kiadó tevékenysége tehát mindig ezer szállal kötődik a korhoz, és e kötöttségben kell megvalósítania a korokon és véleményeken túlmutató küldetését. Ezért pedig a tagságnak áldozatot kellett hozni, ez magyarázza a Szent István Társulat sajátos felépítését. A kezdetben jó és olcsó könyvkiadó társulatnak nevezett szerveződésben a tagság a könyvkiadást támogatta, az országos terjesztést, vagyis a hatásos működést pedig elősegítette. A 19. század második felében a társasági élet a maitól némileg eltérő keretek között zajlott. Egy-egy előadás, összejövetel, eseményszámba ment.
Ilyen körülmények között került sor az irodalmi osztály megszervezésére, amelynek fejlődése természetes módon érte el azt a pontot, amikor 1916-ban létrejött a Szent István Akadémia, a Szent István Társulat alapszabályai keretein belül, amely akadémia a katolikus tudósok országszerte elismert szervezete lett. Az alapszabály szerint a Szent István Akadémia a tudományt és irodalmat katolikus szellemben műveli és terjeszti. Súlyát, tagjai tudományos rangja biztosította, közülük egyidejileg sokan voltak, lettek tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának. A sokféle tudományszakot átfogó székfoglaló előadások sorozata egyébként e könyvtár raktáraiban alattunk megtalálható. Kötelező ilyenkor feltenni a kérdést. Mit hoz a jövő? Nem tudjuk. Bár nyugodt szíved és tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, hogy elődeink lehetőségeikhez képest mindent elkövettek az igényes és tisztán katolikus szellemű könyvkiadás fejlesztése érdekében. Biztos alapokon nyugszik a vállalkozás, a múlt példatára mindannyiunk számára elérhető, rajtunk múlik, és közvetlen utódainkon, hogy miként élnek az örökséggel. Adja Isten, hogy! Egy technikai jellegű tudnivalót hadd osszak most meg önökkel. Az asztalon az oszlop mellett itt bal oldalra önöktől jobbra található szóróanyag gratis elvihető, közöttük a kitett új szövetség is, ami azonban magyarázatra szorul. 1929. március 14-i közgyűlésén Turi Béla alelnök beszámolt arról, hogy megjelent egy kis, egykötetes, népies kiadású szentírás is egypengős árban, ami a magyar könyvpiacon méltó feltűnés keltett, és hálával teszem hozzá, elismerést nyert. 1932. márciusában pedig bejelentette a közgyűlésnek, olcsó szentírásunk már 90 000 példányban forog a közönség kezében. Erre az egypengős kiadványra emlékezve készítettük el ezt a papírkötésű változatot, amely jelenleg a legolcsóbb új szövetség Magyarországon. Azt ne kérdézzek, mennyibe kerül, nem tudom. Köszönet illeti az Országos Széchenyi Könyvtár minden munkatársát, vezetőt és nem vezetőt egyaránt, akik a kiállítás létrejöttén dolgoztak. Köszönet a tartalom méltó megjelenítését dizájnban és grafikában megvalósító Gazdag Máriának és Takács Tamásnak, valamint köszönet a már régóta munkatársaimnak a Szent István Társulatban, kiemelten Farkas Olivér igazgató úrnak és Hajgó Krisztián szerkesztő úrnak. Kérem, fogadják szeretettel kiállításunkat. Köszönöm. Zárásképpen ismét a Sólyom Kvártett előadását hallhatják. Elhangzik Járdányi Pál szimfonietta, 3. és 4. tétel. Mindannyiuknak köszönöm a megtisztelő figyelmet, tekintsék meg a kiállítást, és további kellemes estét kívánok. Thank you.
Thank you.